Az Európai Bizottság tavasz óta az Unió orosz energiaimportjának leépítését sürgeti. A brüsszeli tisztségviselők azzal érvelnek a szankciók kiterjesztése mellett, hogy az energiaszállítások korlátozásával Oroszország Európa számára elviselhető költségek árán rákényszeríthető a háború lezárására, és hogy a többségi társadalom egyetért ezekkel a törekvésekkel. Az európai polgárok szerint azonban az orosz olaj és gázszállítások tiltásának több kára lesz, mint haszna Európában. Barna. Köszönöm szépen Tóth Máté Energia jogász vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mondja a magyar nemzet írásában, hogy az európaiak többsége károsnak tartja az orosz olaj és gázszállítások tiltását. Tudom, hogy ön nem politológus, de mégis indítsuk ki, az Európai Bizottság miért erőltetik? Az emberek nem hülyék, tehát látványosan ö, érzékelik a saját bőrükön is, ugye, hogy mi történik. A szakmai jelzéseire süket Brüsszel. Azt már észrevettük, hogy azokat a közgazdaságtani jogi műszaki aggályokat lesöprik az asztalról, amik a, a, szankciók és a szankciók hatásával kapcsolatban eddig jelentkeztek. Viszont a, az emberek érzik, hogy mi történik. Nagyon tanulságos, ami felmérés most készült, hogy még ö, ugye Lengyelország kivételével valamennyi ország polgárai azt mondják, hogy lényegesen több kárt okoz a gáz és az olaj szankcionálása, mint amennyi a kárt a másik oldalon ott odá okoz. Ez még a balti országokra is igaz, akik ugye alapvetően szankciópárti országok, és hát ennek nyilvánvaló módon az lehet az oka, vagy egy kézzelfogható oka, hogy szemben a politikusai állításával folyamatosan emelkedik az energiát. Ha megnézzük, most már látjuk a novemberi számokat is, a októberről novemberre, tehát egyetlen hónap alatt villamosenergia ára Párizsban 11%-kal, Londonban 12%-kal drágult, de ha csak a régiót nézzük, Prágában 10%-kal. Októberről novemberre, amikor már ma eleve magas volt. A gáznál ugyanez a helyzet, vagy talán még rosszabb. Ott 27%-kal drágult, októberről novemberre Berlinben a földgáznak a végfelhasználói ára. Ez Londonban 25%. Tehát az emberek emberek érzik a bőrükön, és egyébként a politikusok, a nyugat-európai politikusok valójában a saját narratívájukat se tartják be, mert azt látjuk, hogy egészen az olajembargó hatályba lépéséig, tehát december 5 éig őrülten vásároltak orosz olajból, ami mindent elmond, hogy mennyire hisznek abban, hogy nincsen káros hatása Európára, illetve a földgázban is most már látjuk az éves számokat, 40%-kal vásároltak több orosz LNG-t eddig az idejében, mint tavaly, méghozzá ötször annyit költöttek rá, mint tavaly. Tehát igenis szemlátomást a nyugat-európai politikusok se tartják be azt, hogy itt nem okoz kárt, nincs szükség az orosz energiahordozókra, stb. amiket ugye hallunk tőlük. 13 milliárd dollárt költöttek a nyugat-európai országok csak orosz LNG-re. Hát ezt az emberek is látják, érzik, nem lehet őket becsapni. A belengetett gázásapka milyen hatással lesz, vagy van, vagy lehet a gázárára? Ez a gázásapka ötlet, ez egészen elképesztő. Már akkor is az volt, amikor először azt tette az Európai Bizottság, de hát valójában a bizottság most olyan, mint a, vannak ezek a, 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 a notórius játékszenvedéllyel küzdködők. Nálunk Kiskunfél volt egy ilyen kolléga, aki a, amikor már bedobálta a félkarú rablóba a félfizetését, akkor a kocsmáros megszánta és kitessékelte. Ő viszont csak arra várt, hogy eltűnjön hátul a kocsmáros, és visszajött még bedobálni egy kis aprót. A bizottság is ugyanígy jön vissza ezzel a a ötlettel, annak ellenére még hozzá, hogy az Európai Tanács, az Európai Unió tanácsa, az világosá tett több dolgot. Az egyik az az, hogy, hogy egyrészt hatástanulmánynak kellene megelőzni a gázásapkának a tervét. Ilyen a mai napig nincs, sőt igazából a szakmai jelzésekkel szemben készítik elő ezeket a, a, mostani szövegváltozatokat is. A másik az az, hogy, hogy figyelembe kell venni a tagállamok közötti földrajzi műszaki különbségeket. Hát most is azt látjuk, hogy a gázásapka jelenlegi szövegváltozat egy ilyen flat rate, egy ilyen mindenkire azonos módon érvényesíteni kívánt logika lenne, tehát ez sem teljesül, és a tanács azt is leszögezte, a bizottság pedig ezt is figyelmen kívül hagyja, hogy a hosszútávú szerződéseket nem érintheti a gázásabb kötlete. Hát a holland a rotterdami. TTF tőzsdét, az irányadó tőzsdét mókolják ezek az ötletek most is, tehát a, a, most, a mai nap asztalon lévő szövegjavaslat, amivel ugye az a gond, hogy az összes hosszú távú szerződésnek az árképletébe valamilyen módon egy árkosár részeként valamilyen késletet hatással, de ott van a Rotterdami ártőzsde, tehát igenis érinti a hosszú távú szerződéseket. Hát ezek az ötletek ugye szemlátomás kezelhetetlenné teszik ezeket a, 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 a javaslatot, ezt a javaslatcsomagot, bár azt is látni kell, hogy a a magyar diplomácia két méregfogát kihúzta a legújabb javaslatnak, bár van annak még bőven. Az egyik az az volt, hogy, hogy a tőzsdén kívüli ügyletekre is kívánták ezt a gázásapkát alkalmazni, ami ugye nagyon-nagyon veszélyes minden olyan, olyan kétoldalú államok közötti megegyezésre épülő cégek közötti szerződéses kapcsolatnál, amivel Magyarország is tipikusan a beszerzéseit bonyolítja. A másik pedig az volt, hogy a, hosszútávú hosszú távú szerződések tekintetében is az Európai Bizottság jobbahagyásá ...hoz kötötték volna ennek a módosítását. Hát ugye ez, ez megint egy, egy Magyarország szintű kiszolgáltatottságú ország esetében kezelhetetlen lett volna, hát nyilvánvaló módon nem lehetett volna szerződni. Ezt a kettőt kisikerült venni a, a jelenlegi javaslattervből, de még a mostani szövegváltozat is, nagyon fenyegető negatív hatásokkal jár. A, 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 legnagyobb veszély egyébként a kínálat szűkülése, hogy nyilvánvaló módon, hogy nem fognak eladni, úgy értékesíteni földgázt az, az európai piacoknak, mint annak előtte. A másik meg az az árfelhajtó hatás. Hiába gondoljuk azt, hogy egy ársapka lefele kell, hogy nyomja az árakat. Ez egy deklaráció is, egy gazdasági deklaráció. Azt mondják a tagállamok, hogy ennyi az ársapka, az azt jelenti, mindenkinek jól látható a világban, hogy ennyit hajlandó kifizetni Európa. Hát ez alá, én, ennek megfelelően an, akkor sem egy az ár, hogy egyébként a piaci hullámzások lentebb kényszerítették volna mindenféle ásapka nélkül a, a gondolkodást. Az említette, hogy a e, gázásapkánál nem volt hatástalunk. Már miért előzőeknél volt valamikor egyetlen egyszer is? Sose volt, és hát ez a notórius ugye, játékszenvedélye a bizottságnak, hogy, hogy a korábbiakból okulva már az Európai Tanács is érzékelte azt, hogy ez tarthatatlan, tehát szakmaiatlan javaslatok jönnek, nagyon veszélyes javaslatok jönnek, és most már annyival térünk el a korábbi tendenciát, hogy most sincs, mint ahogy korábban se volt hatástanulmány, de most már ráadásul a tanács előírása ellenére nincsen, ami, ami, tényleg mutatja azt, hogy a bizottság az teljesen ideológia vezérelt, és, és nem is szeretné, hogy összezavarják a tények a tervezésben. Annyira kíváncsi lennénk, hogy akik a szankciókat kitalálják, mert feltétlenül nem a bizottság tagjai találják, egy kis csoport, hogy hogy, hogy működik? Na azt mondja, máma van hétfő, mire volt eddig szankció? Hát most legyen a pöffetek gombára, szóval nem, nem tudom, hogy mi alapján jön ez. Az biztos, hogy, hogy a szakma az nincs jelen ott, vagy hogyha jelen van, akkor lecsavarják a hangjait. Csak egy példa, plastikus példa, pont a gázásapka ötlete története kapcsán. Ugye napi renden van az, hogy elvárná a bizottság, hogy tájékoztassák a tagállamok, és a beleegyezését kérjék, amennyiben hosszú távú szerződést kívánnak kötni földgázra, beszerzési szerződést. Na most én nagyon sok gázszerződést láttam az elmúlt majdnem két évtizedben. Különböző beszerzési szinteken, nincs standardizált, ezek az EFET típusú szerződés szerződések, mint pedig ezeket a speciális két szerződéseket. Ezek általában napok alatt köttetnek, hogyha rendkívüli gázbeszerzés igény van, akkor órák alatt. Tehát nincs arra idő, és nem is elvárható piaci magatartás, hogy mondjuk 30 napig az Európai Bizottság jóváhagyására várjanak a, a, felek, és addig nyitva legyen egy szerződéses pozíció. Az se várható el, hogy mondjuk a lapjaikat kiterítve közöljék egy harmadik félel a bizottsággal, hogy milyen kondíciókkal tárgyalnak. Tehát ez teljesen piacidegen, szemlátomást nem ül ott senki, akire hallgatnának az Európai Bizottságnál, hogy egyáltalán hogy néz ki egy gázszerződésnek a megkötési folyamata. Ha valamilyen oknál fogva az Unió megszüntetni a szankciókat, csak úgy feltételezés éppen. Mennyi idő alatt állna helyre a, hely, a rend, az energiapiacon az eredeti állapotában? Nagyon jó kérdés, nagyon nehéz jósolni, látjuk, hogy Ursula von der Leyen most éppen elkezdte kondicionálni az európai lakosságot arra, hogy 30 milliárd köméteni földgáz hiányozni fog a piacra, de ugye azt mondták, hogy nem fog. Ezt a számot ezt valószínűleg egy lottógömbből húzta. Nagyon veszélyes számokkal dobálozni, hiszen tavaly egy egész iparág lőtt mellé abban a tekintetben, hogy mikor kell földgázt vásárolni, még a háború előtt, és arra vártak, hogy lejjebb mennek az árak, nem mentek lejjebb. Nehéz jósolni, de az biztos, és látjuk, hogy nagyon sok minden hat a piacra. A legfontosabb tényező mégis a kínálat. Hogyha a kínálati szűkületek, amilyenek a szankciók is ugye eltűnnének, akkor azért váratlan lefele mozognának az árak, és még a spekuláció is, ami szintén jelen van az árképzésben, de egy nagyon fontos hivatkozási alapját veszítené, Tehát azt biztosan tudjuk mondani, hogy ha nem is tudjuk, hogy vajon visszaállne a háború előtti árszínvonal és biztonság, de hogy abban az esetben elindulnának, közelítenének a korábbi, sőt az energiaválság előtti állapot irányába is a, az árak, és a, és a régi szállítási útvonalak igyekeznének regenerálódni, az egészen biztos. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm én is.